javaslatot visszavonnák és csinálnának egy újat helyette. És hogy mi az, amit mi Párbeszéd címszó alatt számon kérünk? Hát azt, hogy ne egy elkészült, alapjaiban elhibázott törvényjavaslatról kelljen itt az általános hitában egymással vitatkoznunk, hanem lehetőség szerint azokat a szakmai egyeztető fórumokat, amelyeket ki lehetett volna a törvényjavaslat készítésekor használni, próbálta volna a jogalkotási törvény rendelkezéseinek megfelelően kihasználni a kormányzat is. Én ezt kértem számon. Köszönöm szépen. Babák képviselő úr, 2 perces hozzászólás. Én elnök úrhoz szeretnék szólni, kérem, ne vegye rossz néven. Köszönöm a figyelmességét, számítok az ön figyelmességére, nem vettem fenyegetésnek, még itt valaki szólt is erről, tudnék, hogyha valaki valamit számon kérnek. De én tudja, nem ígértem semmit, a szavaim pedig pontosan érthetők voltak, nem ígérgetek és nem minősítettem fenyegetésnek, hogy köszönöm a figyelmét, de ezt megtette ő meg korábban is magánemberként, hogy figyelt rám is a városomra, ezt pedig megköszönöm önnek. Hálás vagyok. Sajátos pillanata volt ez a Magyarországgyűlés munkájának kettőnk között. Nem pont házszabályszerű se az én megjegyzésem, se az öné most, de akkor most tovább lépünk ezen. Volner képviselő úr ugyancsak 2 perces. Kellett, hogy nyomja 2 perces, mert nem volt elegendő az időkeretem az előzőekben. Tehát arra szeretnék csak kitérni, amikor Babák képviselő társam a Fideszes Önkormányzatok transzparens gazdálkodásáról értekezi. Hát készültek erre vonatkozóan megyei jogú városok, stb. Esetét, megfelelő felmérések, amelyek monitorozták és megfelelő transzparencia értékeket rendeltek egy-egy város gazdálkodása mellé. Ebből gyakorlatilag kitűnt az, hogy éppen a legnagyobb fideszes városok, amelyeket a Fidesz prominens képviselői polgármesterként igazgatnak és vezetnek, ezek rendelkeznek a legalacsonyabb transzparencia értékekkel, ezeknek a gazdálkodása a legkevésbé átlátható, és megjegyzem, ezzel párhuzamosan ezekben a legnagyobb az egyfőre jutó eladósodás. Hogyha így konkretizálni szeretnénk, ugye Hódmezővásárhely Lázár János Fidesz frakció vezető úr városa vezeti az egyfőre jutó adósságállomány tekintetében a listát. Polgármester úr ezt megsokszorozta Rogán Antal városa, amit a gazdasági bizottság elnökének polgármestersége alatt szintén nagyon erősen eladósodott, ezen az egyfőre jutó eladósodási listán szintén előkelő helyen szerepel. Én azt gondolom, hogy ezt is fontos lenne és muszáj lenne vizsgálni az állami számvevőszéknek, hogy miért nem valósul meg az önkormányzati szektor 3200 településénél a transzparens gazdálkodás, minek köszönhető az eladósodás, és mint ahogy már az előző teljes időkeretes felszólalásomban erre rámutattam, szükséges lenne azt is megállapítani, hogy milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az önkormányzati szektor jelentős hiány túllépését a jövőben meg lehessen előzni, ne forduljon még egyszer elő az, hogy csak a következő évben szembesül a kormányzat azzal, hogy az önkormányzati szektor 2-szer akkora hiány termel, mint a tervezett volt, mert meggyőződésem szerint nem csak súlyos szakmai hiányosság ez, hanem magyar gazdaságpolitika hitelességét is súlyosan aláássa. Köszönöm szépen. Most következik Szilágyi Péter képviselő, LMP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mielőtt rátérnék a tájékoztató önkormányzatokat érintő részeire, szeretnék reagálni Babák képviselő úr szavaira. Úgy látszik, hogy ennek a mai vitának ő a generátora, mint egy mágnes vonzza magára a reakciókat, de nem hagyhatom reakció nélkül azt a megjegyzését, miszerint Vágó képviselőtársamnak mindenről ugyanaz jut eszébe, nevezetesen a fenntarthatóságnak véleménye szerint nincs helye ebben a vitában. Felhívnám képviselőtársam figyelmét a tájékoztató 25. aljának legalsó bekezdésére, csak az első fél mondatot szeretném ebből idézni. Az energiagazdálkodás ellenőrzési tapasztalatai alapján a kormánynak javasoltuk az energetikával, a klíma és környezetvédelemmel kapcsolatosan hiányzó stratégiák, programok pótlását. Én azt szeretném Babák úrnak mondani, hogy minket igenis azért küldtek a parlamentbe a választók, hogy az alapelveink közül az egyik legfontosabbat, a fenntarthatóságot minden egyes törvényjavaslat vitájában megtestesítsük, mert ez a mi feladatunk. És akkor most szeretnék rátérni az önkormányzatokat érintő részekre. Amikor vizsgáltuk ezt a tájékoztatót, én egy olyan gondolaton mentem végig, hogy ahhoz, hogy az ÁSZ munkájának a hasznosulását, illetve a hatályosulását értékelni tudjuk, meg kell vizsgálnunk, hogy az előző évi tájékoztatóhoz képest milyen változások történtek, mind a tájékoztatóban foglaltakban, mind a pedig jogalkotási szinten.
Ahogy ezt néztem az önkormányzati részeket illetően, számos nagyon hasonló azonos pontokat találtam. Mik ezek? Egyik első pont, hogy az önkormányzatok nem készültek fel az EU támogatások és források igénybevételéhez és felhasználására. A másik, egy talán még aggasztóbb dolog, hogy a vizsgált önkormányzatok fele nem hozza nyilvánosságra a céltámogatásokat, nem hozza nyilvánosságra az 5 millió forint feletti szerződéseket és a költségvetési beszámolók indokolását. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon ijesztő adat. Tehát, hogyha jól emlékszem, körülbelül 120-130 települési önkormányzatot ellenőriztek, hogyha ez azt jelenti, hogy 70 önkormányzat nem hozta, ezt a törvényi kötelezettségét nem teljesítette, akkor óriási baj van ma Magyarországon. Ma nagyon sokan elmondták önök közül is, a kormánypárti padsorokból is, hogy az átláthatóság, a gazdálkodásnak a szabályszerűsége az egyik legfontosabb kérdés ennek a tájékoztatónak a kapcsán. Én csak arra tudom önöket bíztatni, hogy önök közül kb. 70-en polgármesterek. Kérem önöket, biztassák polgármestertársaikat, hogy tegyenek eleget ennek a kötelezettségnek, és szeretném megkérni az állami számvevőszéket, hogy a szükséges intézkedéseket, akár informális úton, akár formális úton, kérem tegyék meg, mert csak úgy van lehetőség az önkormányzat kilábalásának a mostani nehéz helyzetből, hogyha a minimális törvényi feltételeknek megfelelnek. De nézzük a következő pontot. Már a 2009-es tájékoztató is óva intett, illetve felvázolta, hogy a kötvénykibocsátások kapcsán milyen óriási tragédia várható Magyarországon. Elmondhatjuk, hogy lejárt az a türelmi idő, amikor az önkormányzatoknak meg kell kezdeniük a törlesztéseket. Azt hiszem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az önkormányzati szférában hatalmas nagy bajok következhetnek be. Egyetlen egy dolgot nem értek, hogyha ezt az ÁSZ már az előző évi tájékoztatójában is látta, és ebben a most előttünk lévő tájékoztatóban is világosan leírja, miért nem fordítottak nagyobb kapacitást az önkormányzatok ellenőrzésére. Erre szeretnék választ kapni. Illetve szeretnék egy kérdést, amire ÁSZ elnök úr vagy fog válaszolni, vagy nem, de miniszterelnök úr néhány hete Székesfehérváron tett egy megjegyzést, miszerint az önkormányzatok vezetői, a polgármesterek, illetve pénzügyi szakemberek nem felelősek a kialakult önkormányzati válságért. Ez egy nagyon-nagyon furcsa észrevétele volt miniszterelnök úrnak, ami ráadásul gyökeresen ellentmond mind az előttünk lévő tájékoztatónak, mind a tavalyi tájékoztatónak. Kérem önöket, hogyha van rá módja, akkor reagáljon erre is, hogy miként vélekedik erről a kijelentésről. És végezetül egy utolsó, hát inkább tanácsot szeretnék adni, mint megjegyzést. Foglalkozik a helyi adók kérdésével is röviden ez a tájékoztató, és az elmúlt 20 év törvényalkotását a helyi adók tekintetében kapkodónak nevezi a tájékoztató. Mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzati reform, mind a helyi adók rendszerében, mind a szervezeti rendszerében gyökeres átalakítás alatt áll. Nem tudjuk, hogy ezek az egyeztetések hogyan folynak, azt tudjuk, hogy az önök pacsorain belül is nagyon komoly ellentétek feszülnek. Én arra kérem önöket, hogy a kapkodást azt ne tükrözze a majd elénk kerülő törvényjavaslat. Az önök felelőssége óriási, kérem, hogy olyan önkormányzati törvényt és olyan önkormányzati, illetve helyi adó rendszert terjesztenek majd elénk, amiben nem a kapkodás, hanem a felelősség és a kiszámíthatóság lesz tetten érhető. Köszönöm szépen figyelmüket! Újabb két perces hozzászólásban Volner János képviselő úr. Jobbik. Köszönöm szépen. Kifejezetten örülök Szilágyi Péter LMP-s képviselő társam szavainak. Ritka, amikor egyetértünk az LMP-vel, de most azt gondolom, hogy a velejére tapintott képviselő társam. Nem véletlenül szorgalmazzuk mi is, és az ellenzék más pártjai is az önkormányzati szektor körüli ügyek rendbetételét és ennek a szektornak az átlátható gazdálkodását szeretnénk biztosítani, többek között az állami számvevőszék segítségével is. Emlékeztetni szeretnék, hogy az állami számvevőszék az a szervezet, amely a Magyar Országgyűlés ellenőrző funkcióját ellátja a közszféra felett, így többek között az önkormányzati szektor felett is. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy az a tendencia, ami a tavalyi évben is folytatódott, 2006-ban indult meg igazán, akkor, amikor a Fidesz megnyerte az önkormányzatok többségét magának Gyurcsány Ferenc összödi beszéde után. Ezután egy példátlan eladósodási hullám kezdődött,
és ennek gyakorlatilag semmilyen gátat nem lehetett, nem próbáltak vetni az önkormányzatokon belül. Mi is volt ennek az oka? Hát egész egyszerűen az, hogy Gyurcsányra annyira haragudott a nép, hogy a fideszes önkormányzati vezetők, képviselőtestületi tagok jelentős része úgy gondolta, hogy az eladósodásnak már semmi nem áll útjában, el lehet nyugodtan adósodni, mert úgyis elviszik a szocialisták a balhét, rájuk lehet verni az egészet. Ez egy közös felelősség. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatokat érintő megszorítások miatt felelős volt az akkori szocialista kormány is, de ki kell, hogy mondjuk, hogy a fideszes városatyák és képviselők ugyanúgy felelősek voltak a kialakult helyzetért, a transzparens gazdálkodás követelményei nem valósultak meg, az eladósodás pedig gyakorlatilag folyamatos volt, 2 éven belül egyébként meg 10-szereződött ebben az időszakban a kötvénykibocsátás. Én azt gondolom, hogy az állami számvevőszéknek alapvető feladata lenne ennek a jelenségnek a továbbélésére felhívni a figyelmet, és megfelelő szakmai javaslatokkal segíteni az országgyűlést. Köszönöm szépen. Göndör István képviselő úr következik, MSZP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt számvevőszék, elnök úr, alelnök úr, képviselőtársaim. Én először hadd kezdjem az elnök úr expozéjával. Az elnök úr elég hosszasan taglalta a vezetési, működési problémákat. Ugyan erre én egy 2 percesben reagáltam, de az ön expozéjára nem akartam kitérni, de én szeretném az ön személyes felelősségét is itt megemlíteni, mert az én ismereteim szerint ön egy ideig még tagja is volt annak a jelölőbizottságnak, amely hivatott lett volna jelöltet állítani, és én tovább még egyszer megerősítem. Feltehetően, ha az alapító atyák tudták volna, hogy valaki így él vissza a 2/3 törvénnyel, akkor biztos nem ilyen megoldást alkalmaztak volna. A következő problémám, és itt megkövetem mindazokat, akik azt mondták, hogy ide citáljuk az állami számvevőszékről szóló törvényt, de számomra ez az állami számvevőszéknél egyszerűen hitelességi problémát és kérdéseket vet föl. Én a törvény vitájánál eme jelentésből szándékosan egyetlen mondatot nem idéztem, de most kénytelen vagyok, miközben nem hoztam el azt a törvényt magammal, hogy szó szerinti idézeteket tudjak tenni. De szeretném elmondani, hogy a szervezeti felépítésről szó van, de, és hogy az országgyűlésnek ezt már be sem fogja mutatni az elnök úr, a főtitkár személye, akiről itt a jelentésben is beszélünk, hogy ebben a nehéz időszakban az áthidaló szerepet betöltötte, és köszönetet mondott mindenki a munkájáért. Ez a főtitkár ebben az új törvényben nincs nevesítve, képviselőtársaim. Tehát azt sem mondták ki, sem az expozéba sehol, hogy nem lesz, azt sem, hogy lesz. A kérdés, vajon mi történik? Tehát továbbra is előállhat az a helyzet, ha netán akadályoztatva van az elnök vagy az alelnök, akkor megint csak, és idézem az ön szavait, átfogó irányítás nélkül marad az állami számvevőszék, de mennék még tovább, mert az új törvény az alelnöknek nem adja meg az általános helyettesítési jogot, tehát ez a helyzet bizony kódolva van, miközben alelnöke is van az állami számvevőszéknek. Amit megint csak érintettem, és most már csak óvatosan és röviden hozom szóba, én köszönettel tartozom elnök úrnak és az ön munkatársainak, amiért valóban már az elnöki előszóban is szakmai érvek alapján beszél a világválságról, a világgazdasági válságról. Én abban bízom, hogy a kormánypárti képviselők többsége is el fogja olvasni ezt a tájékoztatót, és kiderül számukra is, hogy bizony az, amit Babák képviselő is azt mondta, hogy külső feltétel, ez a külső feltétel, ez valóban fennállt, és megrendítő erejű ütést mért a magyar gazdaságra. És ennek nagyon sok folytatása volt, így, ahogy itt a feszültségekre hivatkoztak. Visszatérve a jelentésre, én azt gondolom, hogy a folyamatosság ezzel együtt, amit az elnök úr is elmondott, megvolt a szervezetben, tehát működött, végezte a tevékenységét úgy, ahogy írva vagyon a jelentésben, éves ellenőrzési terv, vagy a korábbi stratégia alapján. Nekem
Az első kérdésem az lenne, és talán elnök úr majd válaszol rá, hogy miközben azt mondja, hogy az önkormányzati gazdálkodásának átfogó ellenőrzése még megjelenik. De mi lesz helyette? Tehát én még a stratégiában is megnéztem, hogy önkormányzati kérdéseket hogy és milyen körben fognak majd vizsgálni. Tehát egyszerűen valahogy ezt nem értem. Tehát vagy az, hogy más formában jelenik meg, akkor mi ez a más forma, mert erről sajnos az expozéjában sem beszélt, tehát ez egy nyitott kérdés maradt számomra. Tisztelt képviselőtársaim, a következő problémám a középtávú stratégia, amit többen, talán legszebben Balázs képviselő úr mondott el, és akkor én nem kértem 2 percest, mert gondoltam, hogy itt úgyis fogok erről beszélni. Képviselőtársaim, a 2 dolog most egy füzetben van. A kérdés, mi van, ha egyiket elfogadjuk, mi van, ha a másikat nem. Nincsenek 2 helyei, mert önök a többséggel vissza fognak élni, és mind a 2 elfogadják. És hiába beszél, és ezért mondom, hogy hiteltelen a dolog, miközben azt mondja Babák képviselő úr, hogy az országgyűlést tekinti annak az intézménynek, amely az egyeztetés fóruma. Képviselőtársaim, ahogy elmondták a bizottsági tagok, hogy esélyük sem volt arra, hogy a stratégiához bármi nemű javaslatot tegyenek, nekünk sincs. Mert ezt meg fogja a ház szavazni, és azt mondják, hogy ez a középtávú stratégia. Tehát itt mondom a következőt Babák képviselő úrnak, amikor azt mondja, hogy több lehetőség és jobb jelentés lesz. Én meg azt látom benne, hogy akkor majd bármit kifogásolunk, azt mondja, hogy a ház elfogadta a középtávú stratégiát, annak megfelelően történt valójában minden, és nincs jogunk ezt egyáltalán kifogásolni. Tehát én ezt úgy nevezem, hogy a demokrácia, amiről nagyon fenkölt hangon beszélnek, de önök az tisztelt kormánypárti képviselőim, képviselőtársaim, önök ezt lábbal tapossák. Hogy ne a levegőbe beszéljek, szeretnék néhány konkrét dolgot hozni. Az első, a közpénzügyek kérdése. Tisztelt képviselőtársaim, és nem említem, mert minden megszólaló képviselő beszélt a közpénzügyek fontosságáról, a közpénzügyek ellenőrzéséről. Itt képviselőtársaim csak egy baj van. Az új alaptörvény nem közpénzügyekről beszél, hanem nemzeti vagyonról. Én azt kérdezném meg, hogy vajon hol volt akkor Babák képviselő úr, hol voltak a kormánypárti közgazdász végzettségű képviselők, vagy netán maga hol volt az állami számvevőszék elnöke, amikor az alaptörvény 43. cikkébe bekerült az a populista módon megfogalmazott valami, ami valójában a közgazdaságtudományban hosszú-hosszú idő óta egy foglalt fogalom. És most vergődünk abban, hogy tudnunk ebből kimászni, csak én oda akarok kiukadni, hogy miközben az elnök úr megfogalmazza, hogy mi a küldetés. Tisztelt elnök úr, ez a küldetés már ellentétes az alaptörvénnyel. Tehát a kérdés, mikor és ki fogja helyre tenni az alaptörvényben hibás helyen alkalmazott fogalmat. Mert annélkül egy év múlva ezt fogjuk elmondani, Babák képviselő úr, hogy nem az alaptörvénynek megfelelően dolgozik az állami számvevőszék, és akkor azt mondjuk, hogy hát mert a stratégiájában ez volt benn. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen. De mondok még ilyen gyöngyszemet. És megint csak azt mondom, amit Babák képviselő úr mond, és miért tartom hiteltelennek ezt a második hosszú felszólalását. Tisztelt képviselő úr, az alapértékek között maga az elnök úr megemlíti, hogy az állami számvevőszék az országgyűlésnek és a törvényeknek van alárendelve. Jelentem és tájékoztatom önt, hogy az új állami számvevőszékről szóló törvényben minden olyan módosító indítványt kitetszettek dobni, amely arra bátorkodott hivatkozni, hogy törvényeknek is alá van rendelve az állami számvevőszék, nem csak az országgyűlésnek.
De már a módosító indítványokat, tisztelt képviselő úr, az önök bizottsága minősítette és elutasította. Önök is, az előterjesztő is, tehát sok reménye nem lehet a háznak, hogy esetleg ezeket a súlyos szakmai hibákat kiküszöböljék. De mondanám a következőt, ami nagyon érdekes, és megint csak furcsa, ha a stratégia ütközik magával, a törvénnyel. Tisztelt képviselőtársaim, azt mondja is nagyon helyesen az alapértékekben, az utolsó bekezdésben, saját működését a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság jellemzi. Hogyan egyeztethető ez össze azzal, hogy megkötötték az országgyűlés kezét, és azt mondja, hogy az adott évi költségvetése nem lehet kisebb a bázis évinél. Ez a kettő egymást nagyon keményen és homlok egyenest üti. Tehát nem felel meg az az állítás, ahol máshol azt mondja, hogy az ellenőrzöttel szemben támasztott követelményeket önmagára nézve is kötelezőnek tekinti. Ez így egyszerűen nem igaz, nem felel meg az igazságnak. Mennék tovább még a stratégiában. Ami nekem nagyon hiányzik, és ezért beszéltem, ezért adtam külön hangsúlyt annak, hogy nincs lehetőségünk módosítani. Nem tudom, elnök úr, hogy ezt hogy lehet megtenni, de megint csak azt mondom, hogy akivel itt sokat vitatkozom, Babák képviselő, ő is a második hozzászólásában nagyon ékesen használja, hogy a közpénzek kiáramlása. Elnök úr, a stratégiából kimaradt a vállalkozói szférába áramló közpénz. A civil szervezetek benne van, de a vállalkozói szféra nincs. És számomra ezért félelmetes a dolog, ahogy visszahivatkoztam, 98 és 2002 között ennek nagyon kialakult gyakorlata volt az Orbán kormány időszakában. A következő ilyen. Az ellenőrzésekről való tájékoztatás és a nyilvánosság. Tisztelt elnök úr, ezzel is gondom van, mert miközben ön ezt írja és állítja, és én ezt szeretném üdvözölni, eközben az új törvényben az szerepel, és senki még kivenni sem akarja, hogy a kormány által adott megrendelés az állami számvevőszéknek azokat a jelentéseket az országgyűlés meg sem ismerheti. Tehát akkor hol a nyilvánosság? Hol a hitelesség? Tehát ennyire komoly és súlyos problémáink vannak ezzel a stratégiával. És a végére hagytam, ezt ugyan formainak nevezem, de valaki ma már használta azt a kifejezést, hogy az üzleti, a vállalkozói szférában ilyenért, szóval minimum eltörik az illető kezét. Ennek a stratégiának kettő darab kettes pontja van, elnök úr. Tehát a szervezet működése és fejlesztése és a külső-belső kommunikációnak ugyanaz a fejezeti száma. Tehát azt mondom, és mondom a kormánypárti képviselőtársaimnak, hogy tisztelt képviselőtársak, el sem olvasták figyelmesen, mert akkor nem igaz, hogy legalább egy valakinek nem tűnt volna fel ez a probléma. Na most mindezek után, ugye érthető, Babák képviselő úr, hogy miért mondta azt képviselőtársam, Boldvai László, hogy ezt így nem fogadhatjuk el. Viszont önök ezt elfogadták, mert abban a határozati javaslatban, amit elénk terjesztettek a kettes pontban, ezt deklarálták, hogy önök ezt a hibás, hamis, hiteltelen valamit elfogadni javasolják a tisztelt háznak. És aztán visszamegyek a másik részhez még, ami maga a jelentés. Igen, én pozitívnak értékeltem, hogy általában politikamentes volt mindig az állami számvevőszék tevékenységéről szóló törvényjavaslat is, de az a gondom, tisztelt képviselő úr, hogy akkor, amikor ön már azt is megkérdőjelezi, hogy egy ellenzéki képviselőnek van-e joga pozitív véleményt mondani az állami számvevőszék tevékenységéről, ez már ad abszurdum, és itt hagynék egy gyöngyszemet, amit ön mondott. Ön is azt mondta,
az ott dolgozók tisztességesek. Ebben egyetértünk. Ezt mondta az én képviselő kollégám is. De ön hozzátette egy plusz mondatot. Meg kell válni a megcsontosodottaktól. Szóval azt gondolom, hogy egyben megsimogatni az állami számvevőszék munkatársainak az arcát, a másik kézzel pedig kőkeményen gyomron vágni, hát szóval ez tényleg politikai ízlés kérdése. És azt hiszem, hogy talán nem hagyok ki semmit. Egyetlen dolog van. Kupcsok képviselő úr beszélt az önkormányzati ellenőrzési részről, ezt érintették más képviselőtársak is, ellenzékiek is. Nekem ezzel egyetlen egy ilyen hiányosságom van, képviselő úr. Mert ami írva van, elfogadjuk. Csak én egy ellenőrző szervezettől, mint országgyűlési képviselő, akinek majd döntéseket is kellene hozni, szeretném tudni, melyik az az önkormányzati kör, akire igaz, amit ön is idéz, hogy egyharmad, de kik az egyharmad, ki az a sokaság, mi az az azonosítható, ami miatt ők ezt tették, és miért nem tették a többiek. Tehát azt hiszem, hogy nekünk erre lenne szükség, és elnök úr, ha kapok még egy percet, befejezem, és akkor nem kell újra szót kérnem. Azt hiszem, a házszabály ezt lehetővé teszi. Tehát azt gondolom, amikor az állami számvevőszéknek két olyan az önkormányzati ügyeket kiválóan ismerő szakembere van, mert Domokos úr is és Varvasovszky alelnök úr is nagyon ismerés, én ezt tisztelem, akkor tőlük joggal várnánk el, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszállásra jelentkezett Volner János képviselő, Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Göndör István képviselőtársamat szeretném, hát nem is tudom, hogy megnyugtatni-e, csak tájékoztatni talán, hiszen én nem vagyok olyan pozícióban, hogy az ÁSZ törvényjavaslattal kapcsolatban megnyugtató választ adjak bárkinek is. Akkor, amikor kiderültek ezek a szakmai baklövések a gazdasági bizottság ülésén, amikor az ÁSZ törvényjavaslat előkerült, akkor Rogán elnök úr tiszteletre méltó elszántsággal próbálta védelmébe venni a védhetetlent, és hát azzal próbálta föloldani a szakmai nevetségesség és az igényesség ellentétét, hogy hát elmondta azt, hogy az ÁSZ törvényjavaslat téves definíciói azok a későbbiek folyamán korrigálva lesznek. Most mindössze azért kerültek bele a szövegbe, mert egyszerre két alkotmánynak próbál megfelelni. A jogalkotó is ilyen módon gyakorlatilag félre szövegezte egy kissé ezt a javaslatot, de alapvetően ez így rendben van. Aztán néhány perccel később egyébként a bizottsági ülésen már a fideszes kollégák módosító javaslatokat fogadtak el arra vonatkozóan, hogy változtassák meg ezeket a szakmailag téves definíciókat. Megjegyzem egyébként, hogy nem kis részben azután, hogy Nyikos elnök úr a számvevőszéki és költségvetési bizottság elnöke szóvá tette a plenáris ülésen ezeket a hiányosságokat, tételesen felsorolta őket. Ezután legalább annyi látható volt, hogy legalább a legnagyobb baklövéseket megpróbálta korrigálni a kormányzat. Sajnálatosnak tartjuk azonban azt, hogy csak ilyen keretek között és csak utólag került erre sor, és nem előzetesen még a törvényalkotás fázisában. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, normál időkeretben kért szót Nikos László képviselő úr, Jobbik képviselőcsoportja részéről. Megadom a szót, képviselő. Elnök úr, a vita kezdetén itt volt, és most is itt van, hál' Istennek, a pénzügyi kormányzat képviselője. Szomba Sándor úr tett említést arról, hogy a közpénzügyi törvény tervezete nagy ütemben folyik. Én ennek roppant örülök, annál is inkább, mert még a múlt év decemberében, amikor a miniszterelnök helyettes úr a kormány ezévi, első fél évi jogalkotási programját beterjesztette a parlamentnek, akkor jelezte benne, hogy egy nagy horderejű, nagy terjedelmű közpénzügyi törvény van készülőben. Most ugyan ez nyilván csúszni fog, mert júniusra ígérte, de reméljük, hogy azért ez a nyár folyamán elkészül, és ezt ősszel már a ház tárgyalhatja. Ami számomra azért fontos, és azért vagyok kíváncsi, mert ebben remélhetőleg benne lesznek azok az államszámviteli szabályok, azoknak a pontosítása, illetve azoknak a kérdéseknek a taglalása,
amelyek tisztázása nélkül igen nehéz hatékony számvevőszéki ellenőrzést végezni. Arra gondolok, hogy ugye az első magyar számvitali törvény az az államszámvitel.